A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban fókuszba kerül a királyi napok. Számos színes program várt és vár egészen augusztus 20-áig mindenkit itt Székesfehérváron. Hoztunk Önöknek egy kis ízelítőt, tartsanak velünk! Zenével telt meg a belváros a királyi napok kezdetén. Idén is megrendezték a Fehérvári Fúvós Fesztivált, ahol három zenekar kápráztatta el a nézőközönséget. A mindennapok szürkeségébe egy kis muzsikával varázsolt üdeszínfoltot a Fehérvári Fúvós Fesztivál. A járókelőket megállító koncerteket ezúttal három zenekar biztosította. A Székesfehérvári Fúvós Zenekar, a Martonvásári Fúvós Zenekar és a Nagykanizsai Fúvós Zenekar szórakoztatta a belváros közönségét. Az utóbbi csapat már nem először jár Székesfehérváron, és ilyen messziről érkezve is örömmel vállalták el a felkérést, ezzel is népszerűsítve a fúvós zenét. Nem először vagyunk már itt, Janóéknak a meghívására már másodszor lehetünk Székesfehérváron, és most is, mint annak idején, nagyon szívesen fogadtuk a felkérést, hogy eljöjjünk. Már csak azért is, mert én igazából innen származó gyerek vagyok, és Sárbogárdon születtem, Sárbogárdon nőttem fel, és a sárbogárdi zenekarral itt a környéken nagyon sokat jártunk, ugye annak idején. Aztán 30 évvel ezelőtt kerültem Nagykanizsára, de ugye a gyökerek azok, hogy nem, a gyökerektől nem szakadtam el, és bármikor erre a környékre visszahívnak minket nagyon szívesen. A fúvósok és a fúvós közösség, az, hogy egyáltalán itt, tényleg a fúvósok jó fejek. És tényleg azt kell mondjam, a mai fiatalok között is ugyanez a helyzet, mint régen, nem változott semmi, mindenki azt mondja, hogy jaj, mennyit változott a világ, nem változott semmi. Azt gondolom, hogy a fúvósok egy jó társaság, a zene az egy jó ügy, a fúvós zenekarok, és van egy ilyen összeállítás, hogy koncert fúvós zenekar, ahol a fúvós hangszerek mindegyike megtalálható, a fagot, oboa, a szaxofonok, mindenen át, és egy ilyen összeállítású együttessel mindenféle zenét el lehet játszani. Mi a Nagykanizsai Fúvós Zenekarral is ennek vagyunk a híve, hogy a klasszikus zenétől, a koncert fúvós zenét, át, a popzene, a rockzene, a jazzzene, minden szerepel a repertoárunkba, és ezt szeretik a fiatalok, a srácok. Hámori János, a Székesfehérvári Fúvós Zenekar karvezetője, egyben a Fehérvári Fúvós Fesztivál szervezője elmondta, ez mindig nagy öröm, amikor sikerül az ország különböző pontjairól zenekarokat meghívni, hiszen bármilyen messze is vannak, a zene egy összetartó erő. Eredetileg még 2 éve volt, és ez egy nemzetközi fúvós zenekari fesztivál volt, minden évben, vagy minden második évben meg tudtuk szervezni. Egyik évben mi utaztunk külföldre, másik évben meg hozzánk jöttek vissza azok a zenekarok, akikhez kiutaztunk. Hát ez most az elmúlt 10 pár évben, ez most már így nem megy, mert Európában kicsit megváltoztak az utazás költségei. Thank you.
Szerencsére azonban a fehérvári fúvósoknak nem maradt el a külföldi kiruccanás. Július végén Opolében jártak Székesfehérvár lengyel testvérvárosában, ahol megtartották nyári táborukat. Így hazatérve az ott kint tanult zenei darabokkal is el tudták varázsolni a közönséget. Hámori János, a Székesfehérvári fúvós zenekar karvezetője elmondta, az, hogy a zenekarral ennyiféle zenei stílust fel tudnak vonultatni, nagyban ösztönzi a fiatalokat arra, hogy csatlakozzanak ehhez a közösséghez. Hála Istennek egy pár évvel ezelőtt megalakult a Herman László Zeneiskolában egy utánpótlás fúvós zenekar. Nagyon örülünk neki, most Zsédei Tamás vezetésével működik, ahonnan folyamatosan kapunk utánpótlást. Időről időre egy-két ember mindig csatlakozik, amúgy nagyon sokan vannak most is a zenekarban, akik itt alapító tagok, engem is beleértve. A pergő dobok és a zengő trombiták, harsonák és kürtök idén is rengeteg járókelőt megállítottak a város szívében. A változatos zenei műfajokban játszó zenekarok idén is fergeteges műsorral készültek, mint ahogy az elmúlt több mint 30 évben minden fehérvári fúvós fesztivál alkalmával. Megtelt családokkal az Icsiliget múlt vasárnap a királyi napok kezdetén. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kedveztek a szervezők. Megtelt családokkal a királyi napok nyitónapján az Icsiliget. A programok már múlt héten vasárnap délelőtt elkezdődtek. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kedveztek a szervezők az Icsiligetben. Szemkápráztató cirkuszi mutatvány is tárult elénk. A Csoda a te kezedben van című műsor által a látogatók kipróbálhatták a cirkuszi eszközöket, és részévé válhattak az artista parádénak, a mutatványok varázslatának, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ által. De meg annyi más érdekesség is várta az itt élőket és a turistákat. Kézműves foglalkozások, illetve a gasztrobusz, ahol lehet kóstolgatni finomabb ételeket. A hátunk mögött a Hagyományok Háza tart kézműves foglalkozásokat. Az említett gasztrobusz éppen a királynapok első napján debütált országosan is. Itt hungarikumokat kóstolhattak a látogatók egész nap. A kolbász és a tepertő természetesen nem maradhatott ki a konyha művészeti repertoárból, de az itt kötött barátságok, ismerkedés sem utolsó szempont akkor, ha a magyar gasztronómiáról van szó. No hát ilyen programmal mi még Fehérváron nem találkozhattunk, és talán akkor az országban sem feltétlenül. Mi az, amit itt kínálnak nekünk? Azért nem találkoztunk ezzel a programmal, mert a mai nappal tehát indul, 1100 éve a Kárpát-medencében, 20 éve Európai Unióban, és hát hungarikumokat kóstoltatunk itt a Nemzeti Művelődési Intézet gasztróbuszában. Milyen hungarikumokat? Gyulai kolbászt, pikszalámit, csabai kolbászt, rögös túróból készült, tehát pogácsát, és azért egy kis különlegességet is hoztunk, nem más, mint tepertős papucsot szilva lekvárral. Ki az, akiket várnak egyébként? Van egyáltalán célközönsége? Igen, célközönség mindenki, tehát aki kilátogat, legyen ez idősebb, fiatal, kisgyermek. Tehát én azt hiszem, hogy tehát önmagában tehát a gasztronómia mellett itt játszóházzal, kézművességgel is találkozhatnak, el tudják tölteni tehát az egész napot. Milyenek vagyunk mi magyarok a gasztrót, hogyha nézzük az egész gasztróbuszt, talán mondhatjuk, hogy tényleg úgy van felvértezve, hogy a hagyományok, ahogyan ugye ez előbb elhangzott, az megtalálható. Mi magyarok abszolút a hagyományok hívei vagyunk? Ezt ön hol látja, mint szakember? Én azt hiszem, hátam mögött egy helyes pult is van, tehát egy polcrendszer, ahol a helyi értékek és helyi termékek vannak kiállítva. Büszkék vagyunk arra, amit közösségben tehát készítünk el. Szerintem ennek így, akár legyen ez gasztronómia, legyen bármilyen olyan készítmény, így van a legnagyobb értéke. És ami még nagyon fontos, tehát a világban ide érkező kedves vendégek ismerik ugye a gulyáslevest, ismerik a töltött káposztát, a gundelparacsintát, a dobostortát, de amikor kijönnek helyben, akkor itt lehet velük egy kicsit beszélgetni, meg lehet nézni ezeket a csodálatos kerámiákat, amiben tehát ugye vannak tálalva, vagy akár tehát kínálva is ezek a termékeket. Tehát érdemes a magyar gasztronómiát kóstolni és művelni is. Éppen úgy, ahogyan a zenés programokat is. Igaz, a muzsika élvezetes dallamai főként a fülünket és a szívünket melengetik. Pontosan ezért vált ki nagy érdeklődést kultúránk ezen része is a nagy közönségből a királynapok ideje alatt is.
A gyerekprogramok, az óriás bábokra nagyon kíváncsiak voltunk, és tegnap voltunk ugye a fúvósoknak a koncertjén, azt nagyon-nagyon vártuk, azt minden éve megnézzük, már vele is. És akkor tegnap te is ott voltál. Mire emlékszel, milyen volt? Az, hogy szuper volt. De a kreatív foglalkozásokat is érdemes volt kipróbálni múlt hét vasárnap a ligetben. Ez egy fonott karkötő. És hogyan csináltad? Hát csak szépen fontam, úgyhogy felén fordítottam, ahol az üres lyukat, és a harmadikat pedig így az üres lyukba beleraktam. És amikor kész volt a csomó, akkor így lehúztam. A kicsik produkciójában mondókák, dalocskák és sok játék kapott helyet az Alba Régia, ami és a Szette vette zenekar közreműködésével. Különféle országok kultúráját ismerhették meg azok, akik ellátogattak a belvárosba a Néptánc Fesztivál idején. A Királyi Játéktér és a térzene felhőtlen kikapcsolódást ígért mindenkinek. Három napon keresztül lehetőségük volt az érdeklődőknek belekóstolni a különböző néptánc kultúrákba a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál keretében. Az országzászló téren elsőként a szlovákok mutatkoztak be és táncoltatták meg az érdeklődőket. Megpróbáljuk a nemzetközi vendégcsoportjainknak is átadni azt a kérést, hogy keressenek az ő saját tánckultúrájukban olyan gyermekjátékokat, olyan ügyességi játékokat, olyan dalokat, amiket a pici gyerekeknek is át tudnak adni, természetesen tolmácsok és csoportkísérők segítségével, és egy picit az ő saját nemzetiségük gyerekjátékaiba is beavatják őket. Természetesen ugye a három meghívott csoportunk Spanyolország, Szlovákia és Mexikó ebben abszolút partner volt. A közös játékot követően a néptáncosok a Mátyás király emlékműhöz vonultak. A Hány néptánc együttes már nem először látogatott el a székesfehérvári királyi napokra. Immár 6. alkalommal mutatták be szlovákiai jellegzetes táncait. Nagyon jó érőzünk itt magunkat, mert már ide jönni olyan, mint családhoz, és nagyon örültünk, hogy megint itt vagyunk, vagy nagyon örülünk, és jó érőzünk magunkat. A jó hangulatot pedig szerették volna átadni a közönségnek is. Az ország minden tájegységének táncait bemutatták. Mindenféle táncok nekünk vannak, de hoztunk olyan gömöri táncokat, vagy zempléni táncokat, mindenféle van itt. Minden egész Szlovákiából hoztunk valamit, egy picit. A zenés táncos mulatság tovább folytatódott a fő utcán. A szlovákokat követően a spanyolok mutatkoztak be a fehérváriaknak. A Rosa del Azafrán csoport egyik tagja úgy véli, a rendezvénysorozat egy kiváló lehetőség arra, hogy a különféle kultúrák bemutatkozzanak. A mostani alkalomra a spanyol Toledo megyei népdalcsokorral érkeztek. Egy zenei műsorral készültünk, ami a saját városunknak, Consuegrának a kultúráját mutatja be, ami Toledo megyében található. A soron következő napon Magyarország volt a házigazdája a játéktérnek. A szervezők gyermekjátszóval és kézműves foglalkozással várták a családokat. Most mi magyarok az Alba Régia vagyunk a házigazdái. Örömmel látjuk, hogy a kánikula ide vagy oda azért gyülekeznek a családok, és akkor utána játszom velük egy jót. Magyar népi gyermekjátékokat, mondókákat és a néptánc alapjait adom át a piciknek. Knejfelné Lackó Kriszta továbbá arról is beszélt, mely foglalkozások a legnépszerűbbek a gyerekek körében. Bármit játszom, az népszerű, mert én magam is szeretek játszani, és akkor talán ez úgy viszi át a kicsikre, hogy játszani azt igazán jó. De szeretünk pancsolni, itt lehetőség lesz a kis csobogóban arra is. Futós játék, párválasztó játék, bármelyik jöhet.
A belvárosi játéktér és térzene utolsó bemutatkozója Mexikó volt, az egyik legkiemelkedőbb táncegyesület látogatott el városunkba. Az 1987 óta működő táncformáció célja, hogy ápolja és megőrizze a mexikói hagyományokat. A csapat vezetője elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy részt vehetnek a királyi napokon. For the music and the dances. A táncunkban azt szeretnénk, az a lényege, hogy mindenki ugyanolyan jól érezze magát benne, mint mi, szeretnénk élvezni ezt az egészet, szeretnénk ugyanazokat az érzéseket átadni. Az országzászló térről Mexikó énekesei a Mátyás király emlékmű elé vonultak, ahol népdalaikból adtak ízelítőt az érdeklődőknek. Majoros Róbert azt tapasztalta, a meghívott táncosok mindegyike jó élményekkel térhet majd haza a fesztiválról. A városnak is nagy megtiszteltetés, meg úgy érzem, hogy ők is nagyon jól érzik magukat. Például tegnap voltunk egy szociális intézménybe, és nagyon meghatottan jöttek haza, és nekik ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy a idősebb generációhoz is eljutottak, és nekik ez nagyon fontos. Úgyhogy én szerintem kölcsönös ez a dolog. Az Alba Régia táncegyüttes művészeti vezetője fontosnak tartja, hogy a többnapos fesztivál idején a város több pontját is megtöltsék énekkel, hangulattal. Fontos ez, hogy van egy hatalmas nagy színpadunk, ami gyönyörű és nagyon jó technikai feltétellel rendelkezik, de nagyon fontos az is, hogy közben a város különböző ilyen apró pontjaink, mint ez az országzászló tér vagy a Mátyás király szobor, egy picit élettel még jobban meg tudjuk tölteni, úgyhogy a térzene az a Mátyás király szobornál, itt pedig ez a gyerekjátszó itt a Patakparton nagyon jól működik. Királyi Táncpódium és buli a Malom utcában. Kiváló zene és táncprodukciók vártak mindenkit a Zicsi színpadnál és a táncházban. A szerda esti Királyi Táncpódiumon csallóközi, bodrogközi és maglódi táncokat, népszokásokat mutattak be a közönségnek az Zicsi színpadon. A vendégek élvezhették az Arte Senior csoport, valamint a Generációk táncműhely produkcióit. És volt Muharai gála. Így szórakoztak a fehérváriak a belvárosban a hét közepén. A 2024-es Királyi Napok Néptáncfesztiválon bőven válogathattunk a kiváló tánc és zenekultúrák legjavából. A belvárosi forgatagot követően szerdán este a táncházban is felpöröghettünk. A királyi folkestek keretében ezúttal a Ritmus a zenekar adta meg a kezdőhangot a Malom utcában. A zenekar magával ragadó magyar és cigány népzenei fúziót tárt elénk. Vérpesdítő ritmusokkal felejthetetlen élmény nyújtott a közönségnek. Az együttes az elmúlt 3 évben közel 100 élő koncertet adott az ország különböző pontjain. Székesfehérváron sem először mutatkoztak be. Művészetük két stílusból tevődik össze. Ercsiben kezdődött egy általános iskolában, ahol a feleségemmel tanulásban akadályozott gyerekeket tanítottunk, és hát gyakorlatilag alakítottunk belőlük egy ilyen kis néptánc együttest, ők voltak az Amaró Jéló néptánc együttes, és hát voltunk itt egyébként 2018-ban a Mezőföld virágai gyermektáncversenyen, ahol hoztunk két pár táncos, és az egyik táncos pár az gyakorlatilag külön díjat érdemelt, és hát gyakorlatilag a kezdetleges zenekari formáció akkor úgy volt, hogy én és a kollégám, aki jelenleg most a kannás. És hát ugye ez annyira kifejlődött, annyira kibővült ez a zenés-táncos formáció, hogy kellett egy kísérő zenekar, és hát kezdetben ugye a testvéreimet hívtam Borsod megyéből. Tehát én is Borsod megyei származású vagyok, viszont annak köszönhető, hogy a Pest megyében élek, hogy ide nősültem igazából, és a feleségem néptáncpedagógus, én pedig zenész vagyok, és énektanár. Egy nagyon különleges fúzió és egy különleges dallamvilág és stílus az, amit elénk tártok.
Mesélj egy kicsit nekem erről, és vezess be minket, hogy mi is ez pontosan. Mi az, amit tőletek megszokhatott a közönség? Hát valójában mindenki rendelkezik a zenekari tagok közül néptáncos múlttal, tehát gyakorlatilag a népzene az mondhatni, hogy egy ilyen alapvető zenei stílus irányzat volt, de ugye a Musa testvérek, akik a zenekarban szerepelnek, ugye mi magyar cigányok vagyunk, és amit gyerekkorunkban hallottunk, ez a cigány zenei stílus, ez így a kettőt így összevegyítve, tehát ennek a fúziója gyakorlatilag, ez a mi zenei stílusunk, a ritmus, a zenekar stílusa, amivel szerintem kicsit meg tudjuk közelíteni a néptáncos közeget, és ez is volt egyébként a cél, hogy ezt a közeget találjuk meg. És úgy tűnik, hogy bevált, mert nagyon szeretik a zenénket, és ezt a magyar népzene és a cigány népzenei fúziót úgy tűnik, hogy imádják, és mi is nagyon szeretjük. Hogyha néhány mondatban össze kellene foglalnod, hogy miért fontos az, vagy miért lehet fontos, hogy már gyerekkorban tulajdonképpen a ritmus az a szívünkhöz nőjön, akkor az mi lenne? Mert hát azt hiszem bátran mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, és mint pedagógus is, hogyha fogalmazhatok így, te már ezt jól tudod, kisgyermekkorban elsajátítják ezeket a dolgokat, akkor az nagyon jó hatással lehet a fejlődésükre. Ez így van, tehát Kodály Zoltán is mondta, hogy már gyermekkorban érdemes elkezdeni ugye a zenetanítást és az alapokat. Tehát mi nálunk mondhatjuk, az egy ilyen természetességgel jött a mi családunkban, ugyanis minket altattak úgy gyermekkoromban, még amire emlékszem, hogy énekelt nekünk vagy anyukánk, vagy apukánk, ölbefogtak minket és ringattak, közbe ütötték a ritmust a fenekünkön, és akkor ez adott egy ilyen ritmust, és gyakorlatilag ez belénk kívódott, és hát gyakorlatilag tényleg különböző területeken is nagyon jó hasznát lehet venni egyébként a zené tanulásnak, mert szélesebb látókörre is egyébként enged minket. Hogy látod, hogy ennek is köszönhető az, hogy ott tartotok most ahol, mert hogyha jól tudom, nem is olyan régen, talán 2021-ben is hát különleges módon elismerték a munkásságotokat. Hát igen, igyekszünk, nagy munkánk van benne, tehát ugye a próbákat összehozni, ugye ez nagyon, nagyon nehéz volt egyébként, ugye mindenki dolgozik valahol, valamilyen munkája van, és összeegyeztetni, mert vannak olyanok a zenekarunkban, akik több műszakos munkában vannak, és hát így nagyon nehéz volt összehozni. Egyébként meg a menedzselés az azt gondolom nagyon fontos, és hát ugye a kettő, ez így együtt így összejött, tehát ennek a végeredménye gyakorlatilag az, hogy ilyen szép eredményt értünk el. Az est másik fellépője a Mexikóból érkező néptánc csoport volt, amely tánc és zene kultúrájáról jól ismert az egész világon. Művészetük széles körben kedvelt és elterjedt. We come from Monterrey, Mexico. Észak-Mexikóból, Monterreyből jöttünk, már régóta, 36 éve dolgozunk közösen ezzel a csapattal, a produkcióink nagyon izgalmasak. Az első számban mi férfiak táncoltunk a közönségnek, lábdobogást mutattunk be. Ez különleges mexikói tánc, a másodikban a lányok mutatták be, milyen gyönyörűen mozognak ezekben az egyedi szoknyákban. A harmadikban pedig mindkét nem bemutatkozott a közönségnek, ezzel zártuk az estét most. A produkciók alatt a közönség megtapasztalhatta az igazi mexikói életérzés minden lényeges momentumát. A zárógálával véget ért a Néptánc Fesztivál. A tánccsoportok idén is fergeteges műsorral búcsúztak az Icsi színpadon. Felvonulásokkal, utcatánccal, térzenével, színpadi bemutatókkal, koncertekkel, folkestekkel és gyermekprogramokkal köszöntötte a néptánc és a népi kultúra barátait az idén 75. születésnapját ünneplő Alba Régia táncegyüttes a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválon augusztus 11-e és 15-e között Székesfehérváron, a Malom utcai táncházban, az Országzászló téren, az Icsi színpadon és a belváros több pontján. A fesztivál záró gála előtt a táncosok felvonulással köszöntötték a várost, majd Székesfehérvár önkormányzata nevében Lernár Zsolt alpolgármester és Juhász Zsófia, az Alba Régia Táncegyesület elnöke mondott köszönetet a vendégcsoportoknak az öt nap csodájáért. Nagyon szeretnénk, hogyha jövőre ugyanezt a nem csak a színvilágot hozhatnánk abból a szempontból, hogy nemzetközi lesz a fesztiválunk, hanem ezt a minőséget is, mert három olyan vendégország, vendégcsoportja volt itt nálunk Székesfehérváron, akik
nagyon magas szinten művelik a saját kultúrájuknak a bemutatását, és azt gondolom, hogy az Alba Régia mellé ilyen csoportok párosulhatnak, mi is rengeteg fesztiválra járunk, és az utóbbi időben már egyre többet irigykedtünk, hogy máshol már újra nemzetközivé válhatott, úgyhogy most mi is ennek lehetünk itt ebben az elmúlt 6 napban a tanúi és a résztvevői, és hát ebben reménykedem, hogy tényleg jövőre is itt leszünk együtt, és ugyanilyen nemzetközi néptáncfesztiválnak lehetünk a szervezői. A fesztiválon megerősítést nyert az is, hogy a spanyolországi Rosa del Azafrán, a szlovákiai hájtánc együttes, a mexikói Bafomin Ballet Folklorico Fiesta Mexicana együttesek meghívása teli találat volt. Amikor elkezdjük szervezni, akkor nyilván vannak olyan szövetségek az országokban, tehát van nemzetközi szövetség is, van magyarországi szövetség is, akik abban segítenek, hogy a csoportok közötti kapcsolatot megtartsák. És ugye ebben, amikor megnyílik egy fesztivál lehetőség, akkor ők körbe küldik ezt a lehetőséget, és az országok jelentkezhetnek. Pontos adalék az egyedülálló találkozóhoz a Duna Művész Együttes és a Tököli Délszláv Együttes fellépése is. Természetesen nem hiányozhattak az Alba Régia táncegyüttes csoportjait sem, a szeniorok és az alapfokú művészeti iskola fiataljai is bizonyítottak. Azt mondhatjuk, hogy a néptánc az, ami tényleg a legkisebbektől és az idősebb korosztályig is művelhető. Hát nyilván egy balettkarban, hogyha egy profi táncosnak ugye nyilván vannak már egy idő után olyan korlátai, akár mozgásszervi korlátok, hogy már egyszerűen nem megy. Itt pedig a szenior táncegyüttes az nem csak egy közösséget jelent, hanem azt, hogy akik albásak, azok még időskorukra is albások maradhatnak, és ebben a profilban, tehát a magyar folklorisztikában és elsősorban a néptáncban pedig tényleg van lehetőség, hogy még nagyon sokáig velünk legyenek. A töpörtjük is, meg a csörögék és az Alba Régia Művészeti Iskolának a csoportjai pedig itt a velünk élő családok gyermekei, úgyhogy azt gondolom, hogy nekik ez azért fontos, mert látják a jövőt. Tehát azt látják, hogy 5 év múlva ők fognak az Alba Régia táncegyüttesben, nagy együttesében táncolni, ők fognak utazni, ők fognak olyan kapcsolatokat építeni, ami meghatározza a jövőbeni foglalkozásaikat és az egész hozzáállásukat a közösségi élethez. Zárszóként Juhász Zsófia megerősítette, szakmai munkájuk alapja, hogy jövőképet nyújtsanak a fiataloknak is. 75 éves az Alba Régia táncegyüttes, és én szeretném, pont kérdeztem itt valamikor, szerintetek lesz Arteszáz, és mindegyikünk egyértelműen rávágta, hogy lesz, nem biztos, hogy velünk, hiszen azért az még messze van, de igyekszünk utánpótlásokat nevelni minden fronton, nem csak a táncegyütteseinkben, nem csak a csoportvezetők élén, hanem bizony azokkal is, akik ott dolgozunk, mert mindenhol kell az utánpótlás. A fesztivál ösztánca zárult, ami ismét bebizonyította, hogy a népi kultúra, a folklór csodája örök. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.